A Magyar Költészet napja előtt tisztelegtek a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában, a nap folyamán a magyar líra került főszerepbe. Gyöngyvirág, csilingel a kis gyöngyvirág, fehér a ruhája, meghívja a virágokat tavasz esti bárra. Öltözködik az orgona, lila a ruhája, kivirít a kankali, a szegfű és a májba. Hosszú évek óta valami mással próbálkozunk, hiszen tudjuk, hogy a költészet az az érzelmeknek a kifejezése, és mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy próbáljuk az érzelmeket megfelelő mederbe terelni. A költészet arra jó, hogy ráeszméljünk arra, hogy valaki más is kimondhatja a mi gondolatainkat, életről, halálról, szerelemről, természetről, vitáról, veszekedésről, bármiről. Sokféle megoldással próbálkoztunk, hogy közel hozzuk a gyerekekhez a verset. Amint látható, az együttérzés élménye a legfontosabb, én úgy gondolom. Próbálkoztunk olyanokkal, hogy az iskola összes létező helyét kitapétáztuk versekkel. Próbálkoztunk meglepetéssel, órák közben az ajtókra verseket ragasztottunk, amikor kijöttek a gyerekek, akkor azt olvashatták, nagy volt az érdeklődés iránta. Aztán próbálkoztunk olyannal, hogy mindenki verset írt, és azt széthortuk a környező utcákba, és dobáltuk a postaládákba. Aztán próbálkoztunk olyannal, hogy a magyar irodalom gyöngyszemeit szedegettük össze, és tablókat készítettek a gyerekek, így megismerkedtek magyar írók, olyan magyar írók költők életével is, akivel egyébként az iskolai keretek között nem annyira, hiszen az 1964 óta futó költészetnapi megemlékezés nem csak József Attila, hanem mondjuk például Márai születésnapja is, és volt Márai plakátunk is annó. Van még a tarsolyban néhány olyan elképzelés, amit szeretnénk megvalósítani, reméljük egyszer majd az is összejön, hogy esetleg íróolvasó találkozón emlékezzünk a költészetnapjáról. Már azt hiszem, hogy az kisebb tömegeket vonzana, ez sokkal felemelőbb, ez sokkal lélek megérintőbb, és a közösségeben olyan folyamatokat indít el, amiről például személyesen, amit osztályfőnök számolhatok be, meg más osztályfőnököktől, hogy vita alakult ki az osztályban, na most mit verseljünk? Mi komolyat szeretnénk, mi nem szeretnénk komolyat, és aztán majd látunk olyat, hogy mindkét verzió elhangzik. Aztán elindít olyan kutakodást az interneten, hogy keresünk olyan verset, amit más nem mond. Elindít olyat, hogy nézzük meg 8-10 vers közül kinek mi tetszik. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek az a lényege, hogy belülről elindítsa azt a bizonyos érzelmi folyamatot, ami a költészet lényege. Az órák közötti szünetekben többek között József Attila, Zelk Zoltán, Varró Dániel, Szabó Lőrinc, Vörös Sándor költeményeit szavalták el a diákok.